Immáron harmadik alkalommal került megszervezésre az Elita pályán a Go Skate Days 2017 elnevezésű kétnapos program. Az eseményen az extrém sportkedvelőkön kívül mindazok részt vehettek, akik valamilyen formában űzik azt, de ki is próbálhatták a számukra legvonzóbb sportágat. A kanizsai gördeszkázásnak lassan már több mint 10 éves múltja van, habár nagyon csekély számú a közösségünk, és döcögős a múltunk, vagyis hát az előre menetelünk, ami a sportot illeti. Hát a gördeszkázás ugye jellegéből adódóan egy utcai sportág, és hát mi is ott kezdtük. A kanizsai utcákon, a kanizsai polgároknak nem mindig a legnagyobb örömére, úgyhogy nehezek voltak a kezdetek, nehezek voltak a gyakorlások, és eleve a megvalósítás annak, hogy fejlődjünk. De hát immáron 3 éve rátaláltunk erre az Elita pályára itt a Tiszaparton, és elkezdtük a fejleszgetését a pályának, az építgetéseket, illetve hát a Riverside Rollers görkocsia klubbal, majd később a Vemzikál és a Vemzikál Szerbia szervezetekkel együtt tudtunk már pályázgatni, és most, hogy már harmadjára rendezzük meg ezt a versenyt, most már azt tudom mondani, hogy egy egész minőségi, színvonalas gördeszka pályánk van itt az Elitán. Péntek délután vette kezdetét az esemény, ahol skate versenyre is benevezhettek az érdekeltek, valamint görkorcsolya bemutatón is részt vehettek, és a King of the River gördeszka és BMX Flatland versenyre is sor került. Kísérő programokkal is készültek a szervezők, baráti szlemmel is volt a tábortűz mellett, ahol a fiatalok aktuális témákat dolgoztak fel szókimondóan. Ez egy Amerikából eredő műfaj, a 80-as években kezdődött, Magyarországon 10 éve létezik, és a nagyon-nagyon sok minden tartozik bele, úgyhogy nagyon röviden az alapforma az, hogy saját maguk által írt szövegeket adhatnak elő az előadók, és ez egy versenyforma. Közönségből kiválasztanak 5 embert, aki az elhangzott műveket pontozza, és időkorlát is van, 3 perc, 15 másodpercbe bele kell férnie mindegyik produkciónak. Igazából azon kívül, hogy a szöveg saját kell, hogy legyen, más megkötés nincs, lehet lírai, prózai, előadásközpontú, szövegközpontú, bármi, a lényeg az, hogy közönség pozitívan értékelje és jó hatást gyakorolja. Általában ilyen közösségi témákat dolgoz fel, de ez nagyon változó személyi problémákról is nagyon sokszor szokott szólni, tehát nagyon-nagyon szerteágazó és színes műfaj. A Vemsikas Szerbia és a Magyar Kanizsai Önkormányzat szervezésének köszönhetően az eseményen bemutatkozott a szegedi Elephant Studio is. A stúdió tagjai több filmet készítettek, valamint segítettek megörökíteni a szervezők eddigi eseményeit. Az együttműködés a hasonló látásmódból született. Gyakorlatilag a Vemsikas Szerbia munkájának már a szerves részévé váltak barátaink, és egy olyan együttműködési pontot tudtunk találni, amely talán segíti mindkettőnknek a fejlődését, a jövőben való irányainak az új, a jövőben az új irányvonalnak talán a megrajzolását, tehát hogy ők adnak nekünk új kreatív ötleteket, hogy vizuálisan hogyan haladjunk itt a vizualitás alatt, főleg a videós képi világot értem ez alatt, és gyakorlatilag mi pedig egy olyan lehetőséget adunk nekik, hogy még egy helyen megmutatkozhassanak, és mint egy a mi tevékenységeinket végigkövetve egy ilyen szimbiózisban élünk, hogy ők a mi videós stábunk, mi pedig belőlük táplálkozunk az ő kreativitásukból. Az esti órákban pedig koncertek és afterparty szórakoztatta a résztvevőket.